Szépen üdvözlök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön, amelynek mindösszesen egy napirendi pontja van. 9 óra 4 perckor az ülést megnyitom. Kérem, hogy a napirendről szavazzunk most. Mértékek összetett voltság magával a munkásszálló. Rendszeresen a területen az
Garancia természetesen nincsen, információ az van. A
is a Lenovo-val kapcsolatos juttatás, tehát az 1.247 millió forintnál ugye a támogatóanyagiratot készítjük elő a belügyminisztériummal, amit ez készen van és aláírja mindkét fél, ugyanezt az ígéretet kaptam, tehát maximum 30 napon belül a teljes összeget folyósítani fogják. Ezeket azóta én természetesen a mai ülés előtt is közölnek, legyen friss információm, rákérdeztem, ezekben változás nincs. Tehát olyan információ, hogy a kifizetési stokja ezt érinteni, ezeket az összegeket, ez egyelőre ilyen információ nincs. Lesz még egyeztetés nyilván ezekben az ügyekben, minisztériumokkal, hatóságokkal, mindenféle emelvével nyilvánvalóan, amint ettől eltérő információ van, az az önkormányzatára hozza. A felszerelővel kapcsolatban elég sok szakmai egyeztetésen, illetve önkormányzati találkozókon vettem részt az elmúlt hetekben, ahol ez a kérdés felmerült, és ahol az államtitkár egyébként személyesen mondta el ezeket a terveket. Ezek közül az alapellátás, tehát a házi orvosi rendszer átalakítása az, amit faktumként kezelnek. A többi olyan javaslat és terv, ami az államtitkár úr saját, saját javaslata, és nem biztos, hogy találkozik akár a miniszter, akár a kormány egyetértésével. Nekem egyben van szó, gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy a szakrendelők államosítására nem fog sor kerülni az elkövetkező időkben, mégpedig egy nagyon egyszerű oknál fogva a szakrendelők egy nagyon fontos alapellátási forma, ahová az önkormányzatok folyamatosan pénzt pumpálnak, pénzt juttatnak, nem csak a kötelező, hanem deklárva az önként vállalt feladatoknak. Ezeket a pluszforrásokat az önkormányzatok szinte minden körülmények között biztosítják, hiszen alapellátás nevében is benne van, és annak is tekintik az önkormányzatok a helyi egészségügyi ellátást. Viszont ezt a központi költségvetés, vagy a központi egészségügyi, államosított egészségügyi bekerülve nem lát senki arra garanciát, hogy ezek a források továbbra is eljutnának a szakmenterükhöz, tehát ebben az alapellátási formában, már pedig az egészségügy most is forráshiányos, gyakorlatilag a kórházi ellátás sem tudja megfelelően finanszírozni az állam. Az, hogy ezt elveszik, innen is forrás tűnik el, és így még ez az ellátás, egészségügyi ellátás is rosszabb színvonalon lesz a korábbiaknál, ezt sem politikailag, sem logikailag nem látja senki túl jónak, úgyhogy én most ennyit tudok, a szakellátás megmaradt, és az önkormányzatoknál természetesen kivitálódik a jövő héten, és mi születik meg egy fél előtt 3 perccel kihirdetett kormányhatározatban, azt így előre nem látom. A képviselőasszonynak természetesen a FESZOFE ezt, amiben így van, és gondolom, hogy ezek az igények általában a humán szolgáltatási időben szoktak beérkezni, illetve a FESZOFE-hoz közvetlenül, vagy bármely képviselőhöz, ezt a FESZOFE, ha meg tudja szervezni, el tudja végezni, akkor ehhez még gyakorlatilag mindig pótfinanszírozást biztosítani, pótmegrendelésekkel szoktuk az ilyen típusú feladatvégzéseket, nyilván utólag, amikor már tudjuk, hogy mennyibe került a FESZOFE-nak kifizetni. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? Igen, köszönöm azt, hogy csak rövidesen a felvetést vettem a legalább költségvetéssel kapcsolatban, hogy ugye ez az összeget úgy fog tudni, hogy bekerülnek a költségvetésre, mert akkor megérkezik az összeg, ami számára, és soron következő költségvetési módosításban lesz beleépítve, amely egy rendelet módosítás formájában legalább 10 képviselő.
szépen, Takács Krisztián képviselő úr. Köszönöm a szó, polgármester, azt, hogy nekem egy technikai hozzászólásom lenne még. Tehát ugye... Igen, az is eljön, illetve most a képviselő úr. Nekem a héten kettő bizottsági ülésem lett volna, amik rendkívülik lettek volna. Ugye az egyik a gazdasági, csak más témában, mint ami tegnap el is zajlott. És ez egy félig kérdés, félig pedig egy ilyen szóbeli megravás, egy városvezetés felé. Tehát, hogy jövő héten lesz egy rendes testületi ülésünk, ahol ugyanúgy tárgyalhatunk volna szerintem ezeket a napirendi pontokat. Tehát egyrészt kérdés, hogy mi szükség volt arra, hogy most így ennyire hirtelen legyen egy rendkívüli testület ülés, mert tehát, hogy nem az én időm miatt, hanem a hivatal ideje miatt. Tehát én pénteken 3 órakor kaptam egy megkeresést arra, hogy gyorsan hétfőn egy gazdasági bizottsági ülést kellene tartani. Most ugye pénteken a hivatal az délig van nyitva, tehát hogy ezeknek az embereknek már bőven nem munkaidőben kellett ezeket a dolgokat leszervezni az előterjesztést összerakni, kiküldeni, stb. Tehát, miért nem az oka, hogy ekkora sietség volt, és miért nem lehetett ezt így előre látni? Az előterjesztést, ami gyakorlatilag egy határozott javaslat, hiszen ugye tárgyaltuk már korábban is ugyanezzel a szöveggel ezt a javaslatot, egyébként jegyzőasszony készítette el, és aztán szervezés küldte ki, ezt nem tudom pontosan. Náluk azért rendszeresek a kompenzált munkaidő túlépések, hiszen egy hivatal, az önkormányzat, meg a város, az nem talpra működik. Az nem jó szó féletik, hogy nyitva a Ferencváros, hanem hogy általában intézik el ügyeket. A sürgősségek pedig az önök kérdései világítottak rá az előbb, amit feltettek kérdéseket. Mert hogy ez volt a rendkívüli testületülés. Egyébként a rendkívüli bizottság ülés, amit ön említettél, arról nem tudok, tehát nem tudom megmondani, hogy ez miért volt sürgető, vagy miért lesz sürgető a gazdasági bizottság. Köszönöm szépen. Gyurákovics képviselő asszony. Köszönöm. Hát a kérdéseinket azt most tettük föl, nem az erre a testületülés előtt, és nem azért kellett összeint az indoklásban, nem az van benne, hogy a képviselői, szállalatlan képviselői kérdések miatt van összeintve az rendkívüli testületülés, azért ezt tegyük tisztába, mert hogy ez nem lehet indok. A polgármester úrtól köszönöm szépen a választ. Én azzal annyira nem értek egyet, hogy most teljesen felesleges, aztán minden perc számít, azt gondolom ebben az időszakban. Én nem tartom feleslegesnek azt, hogy most bármi olyanról döntünk, ami adott esetben már egy előre gondolkozást vetít előre, de hát ezek szerint akkor nem kell, hogy előre gondolkozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, nem látok más kérdést, hozzászólást kérek, hogy a határozati javaslatról, az 1-es, illetve a 2-es pontról egyben szavazzunk most. Köszönöm szépen, a Szálas képviselőtestület 14 igennel fogadta el a határozati javaslatot. Köszönöm szépen a rendkívüli